Hey, mit csinálsz? Ne ugasd bele, takarodj innen! Tali! Tali, szedd be rólam ezt a marhát! Tudom én neked, hogy kell tisztességet! Jó, várj, mindjárt készen leszek! Anton, ne állj oda verekedni! Domiké! Domiké, jöjjön gyorsan, ezek itt megölik egymást! Tali! Mi az? Kazali embereim! Tarts ki jövök! A puskámat! Szaladjon, ügyvéd ura, Istent ismer! Ketten támadnak rá, megölik! Szeplőtelen Szűz Mária, mit vétettünk? Tori, segíts! Állj! Anto! Megölték Domiké. Kazali. Tehát tudomást szerzett az üzletemről. Értesíteni kéne a rendőrséget. Meg most azonnal menjen Formiába. Estére a papírokat vissza akarom szerezni. A papírok, az Istenit, azoknak a papíroknak. Nem tud másra gondolni. Miért? Mire kéne gondolnom? A feleségemet halva találják egy fürdőkádban. A lányom fölcsináltatja magát és elsökik itthonról. A sofőrömnek szétvenik a fejét! Na mindegy. Ez csak rám tartozik. Maga kötött velem egy szerződést. Nem, én szívességet akartam tenni egy aggódó apának, akitől a lánya megszületett. 4 millió liráért. Ja, hát akkor mi nem értjük egymást. Két teljesen más nyelven beszélünk. Maga szerint megölték a sofőrét, szerintem meghalt Antonio. Hány milliót akar adni Antoniónak? És az én életem mennyit ér? Ha el akartam volna adni magam, havi 200 000-ért leszerződünk az áruháznak. Ugyan, miköze ehhez az áruháznak? Legyen nyugodt, van köze! Egyezzen meg Kazálival, és osztozzanak a dohányon. Van elég, úgyhogy jut szépen mindkettőjük. Osztozzak! Én annak pénzt csak orvosságra adok. Egészen a halála napjáig. Domiké, itt úgy hullanak az emberek, mint a legyek. Jól van. Legyen 6 millió, de azonnal induljon Formiába. Ezt a sok millió lírát miért éppen nekem akarja adni? Nem, mintha nem lenne szükségem rá. Domiké, tudja mit? Ha annyira fontosak azok a papírok, menj el értük maga! Mennyi lesz? 100 lira. Nézze már, az az őrült el akar ütni egy fiatal embert. Ott lent. Segítség! Emberek! Ne borzasztó segítsenek az Istenben, kérem! Gyorsan!
Mi történt? Ott fekszik, bent az udvaron. Kicsoda? Na, Miki, lefosson, rohanjon! Ne érjen hozzá, mindenem összetört. Kihívom a mentőket. Ne, nincs vesztegetni való idő. Menjen el a lányomhoz. Bármennyit megadok érte. De ígérje meg, hogy elmegy. Hát persze, hogy elmegyek, Don Miki. Ne szóljon Kazaniról a rendőrségnek vele majd. Bánok én, ha ezt túlélem.